A Panna Csajok stb. mai adásának vendége Leindler Milán, pszichológus. Örülök, hogy eljöttél. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Szoktál tükörbe nézni? Szoktam, de azt szoktam mondani, hogy emlékszem, hogy hogy nézek ki, úgyhogy meg szoktak lepődni, hogy nálam ugye az előszobában, nappaliban nincs tükör, egész a lakos, meg az egész szobában, az egész lakásban nincs, tehát valahogy ez egy kisebb részét foglalja el az életemnek, mint talán másoknak. De azt mondod, hogy tudod, hogy hogy nézel ki. Igen. És ez mit jelent? Hát nekem ez egy ilyen furcsa, meglepő dolog mindig, hogy emberek nézegetik maguk, mint valami újdonságot akarná felfedezni. Tehát, hogy ugye ugy, ugyanúgy nézel ki, mint tegnap, meg holnap is ugyanúgy fogsz. Tehát, hogy ilyen nagyon minimális változások vannak, és valahogy én nem érzem a szükségét annak, hogy tehát ugye a fejemre ránézek reggel, hogy valami nagyon furcsa dolog nem, ne legyen így rajta, de nagyjából ennyi. És szerinted akkor nem jó tükörben nézni? Nem arról van szó, hogy nem, hanem van ennek talán egy egészségtelen mértéke már. Tehát, ja. hogy minden ilyen dolog követi az úgynevezett normál eloszlást kb., hogy van egy olyan egészséges tartomány, úgy a közepén, hogy persze, ha valakit érdekel éppen, akkor hogy áll rajtad egy ruha, akkor nézd meg, hogy nem tudom valamit sporthoz két hete elkezdtél egy újfajta mozgást, és akkor hopp, mintha lenne vállam, és akkor jó, hát nézd meg. De, de, de az, erre az angol szakirodalomban a preoccupation szót, a foglalatoskodás szót használjuk. Tehát az, amikor nézem magam 20 percig, és így a csípőmnél a farmer fölött csípkedem a bőrömet, hogy jaj, de zsíros, és ez, ez amellett, hogy semmi értelme, amellett el, eltorzítja tulajdonképpen a magunkról kialakított képünket. Illuzorikus dolog ez talán. Tehát az illúziókba szeretünk belefeledkezni, é. vagy pedig meg, megpróbálni megfelelni egy olyan ideálnak, amit hmm. valamiért mi saját magunk úgy érezzük, hogy ennek, hogy ez, ez az etalon. Ez két dolog, igen, az utóbbiról azt tudom mondani, hogy oké, okay, valóban vannak a társadalomban ideálok. Egyébként ez egy agyon kutatott téma, hogy mondjuk az Instagram, a média úgy általában milyen hatással van ránk. Az a tapasztalat, hogy ez egy átvivő közeg a Marilyn Monroe ugyanúgy hatással volt a társadalomra, és nem volt Instagram. És mindenki úgy akart kinézni, mint a Marilyn Monroe. Arról van itt szó, hogy ha az emberben van alapvetően egy bizonytalanság, egy elégedetlenség magával, bántották ezzel kapcsolatban, vagy olyan közegekbe forog, ahol mondjuk a kinézet fontos, mondjuk balett, vagy modellkedik, vagy nem tudom, tévés műsorvezető, akkor, akkor, akkor érintettebb abban, hogy, hogy hogy néz ki. Viszont azért gondoljunk bele, hogy ha mondjuk valaki áll a tükör előtt és nézegeti magát, azzal nem változik az, ahogy kinéz. Tehát, hogy egy, egy eléggé irracionális megoldása a helyzetnek, hogy ha azt, azt várjuk, hogy majd ettől fog megváltozni. Tehát az minden társadalomnak, minden kornak a sajátossága, hogy meg akarunk felelni valamiféle ideálnak, viszont ezeket az ideálokat kiválaszthatnánk tudatosabban is. Csak egy kicsit könnyebb dolgunk lenne. Hát de ezt egy kamaszlánynak nem tudod mondani még szerintem. E, az... Befolyásolható? Igen, de azt tudom neki mondani, szülőként, tanárként, edzőként, hogy nem ezen múlik. Tehát mondjuk egy tánctanárként tudom neki azt mondani, hogy milyen szépen megtanultad ezt a mozdulatot jól csinálni, vagy azt is tudom neki mondani, hogy milyen szépen nézel ki. Tudom azt mondani, hogy mondjuk ezt a feladatot meg kell tudnod oldani, ha a hétvégén el akarsz jönni a csapattal versenyezni, vagy mondhatom azt is neki, hogy 48 kiló alatt jöhet el a csapattal versenyezni. Kitalálhatod, hogy én az utóbbiakat hallom inkább. Azok kerülnek valahogy úgy velem kapcsolatba. Uh -huh. tehát, tehát persze a kamaszlányoknak nagyon sok ö, olyan hatás van, ami, ami nem szerencsés, nem kéne. Ha lehetne, akkor kivehetnénk a világból. Pont nemrég fejtegettem ezt, hogy manapság már, ez is az abszolút egy személyes vélemény, vagy mm. egy személyes meglátás, nem egy szakmai konszenzus, hogy manapság már nem, nem a, a gonosz férfiak generálják ezeket a testképe elvárásokat, meg kinézet elvárásokat, ezeket most már nagyjából a nők csinálják egymással. Tehát, hogyha ezt a Kardashian jelenséget megnézzük, ezt a ö, körzővel rajzolt hatalmas popsi jellegű dolgot, hogy ezt, ezt, ezt így, tehát nekem ehhez semmi közöm nem volt, hogy ezt így kitaláljuk. Ez, ez egy, ezek már ilyen önjáró jelenségek. Tehát régebben azért megvolt az, hogy valahova el kellett jutni, valakinek lenni kellett ahhoz, hogy te diktáld a divatot, vagy azt, hogy, vagy azt, hogy mik az elvárások, ma már ez nincs meg. Elég egy kinézet. Igen, tulajdonképpen igen. Uh, jó, e ezt mondtad, de hogy a, a férfiaknál is ugyanúgy jelen vannak ezek a kérdések, Boldj, mert erről egy kicsit kevesebbet beszélünk, de mondjuk, ahogy látjuk, hogy most gyakorlatilag nem tudod néha megállapítani egy divat, bemutatón, hogy fiú vagy lány a, a, a modell, tehát hogy van egy ilyen összemosódás, míg régen szerintem a férfi modellek ki voltak gyúrva adott esetben, vagy legalábbis izmosak voltak, most jött egy ilyen teljesen másik vonal, ahol hát ilyen 40-50 kilós fiúkat látunk. Hát az a trend igen, hogy nem tudunk középen maradni. Uh -huh. Tehát mindig is voltak nagyon vékony modellfiúk, és mindig is voltak nagyon izmos modellfiúk. Inkább arról van szó, hogy a szélsőségek felé elmegyünk. Tehát a nyugati világ képtelen korrigálni. A nyugati világ túl korrigálni tud, csak kizárólag. Uh -huh. Tehát ha megnézzük mondjuk... 80-as, 90-es évek, de még a 2000-es évek eleje csoncsovány, vékony divatmodell lányok. Mai napig is egyébként, de hogy akkor élte ez ilyen hatalmas reneszánszát, és akkor megjött az a nagyon jogos kritika, hogy ezek egészségtelen, sőt gyakorlatilag életveszélyes testek fizikai állapotok, és szépnek vannak, bemutatva, idealizálva vannak, és ezt nem jó, ezt ne csináljuk. Jó, rendben, ezt a világ megértette nagyjából egy olyan 10-20 év alatt, és utána jött az, hogy body positivity, és akkor a 30 kilós modellányok helyett 130 kilós modellányok lettek, és akkor hirtelen az lett bemutatva, hogy ez a szép, ezt fogadd el, ez, ez gyönyörű, minden test gyönyörű. És hogy nem az volt, hogy ez is gyönyörű? Persze, csak hogyha az a kritika, hogy bemutatunk egészséges testeket, és azt mondjuk, Há. hogy ezek, vagy bocsánat, egészségtelen testeket, és azt mondjuk, hogy ne mondd azt, hogy szép, ne propagáld azt, hogy legyen ez a szépség ideál, mert ez egészségtelen, akkor az ellenkező oldalra is meg kell fogalmazni ezt a kritikát. És, és szerencsére azért most már vannak nagyon jó törekvések arra. Például, hogyha megnézzük a a bármelyik televíziónak a, 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 a bemondói, külföldön is, akár, tehát akik nagyon sokat, úgymond, benne vannak az emberek nappaliában, hogy igyekeznek a diverzitást megvalósítani, mind alakra, mind akár bőrszínre, mind akár életkorra. Ja. Tehát, hogy, hogy egyre inkább próbáljuk levenni a, a hangsúlyt a kinézetről, ami egy nagyon paradox feladat, mert most is a kinézetről beszélgetünk. Tehát ö, nagyon nehéz úgy, ezt a témát tárgyalni, hogy nem íjítsük el a problémát. Jó, de hát azért ugye az első benyomás, ez mindenkinél meghatározó, tehát hogy, uh -huh. hogy a külalakot látod először, nem ismered belül az embert. Uh -huh. hát az alapján gondolom hozol a bizonyos döntéseket. Ö, igen, és ez mindig is így volt. Tehát, hogy ebben semmi újdonság nincsen. A kérdés az az, hogy ezután megy-e tovább. Tehát ugye a mai a, tehát az embereknek a megismerése ma már teljesen más területen az mozog, mint akár amikor mi fiatalok voltunk. Sokkal tehát, nehezebb. Hát nehezebb, meg vizuálisabb alapú. Tehát én sokkal előbb látok mondjuk 40-50 képet valakiről, uh -huh. mint sem, hogy beszélhetek vele. Hát ezért mondtam, hogy uh -huh. meghatá... azért beszélgetünk a testről, mert ez nagyon meghatározó. Igen, igen. Tehát ez, ez egyre inkább a, a, az embernek a megismerése, a, a, a konklúzióknak a levonása az emberről, az, az, az egyre inkább átteverődik arra, hogy látom, de akár látom, hogy három éve Barcelonában volt nyaralni, és megnézem, hogy hogy néz ki fürdőruhában. Még mielőtt én bármit látnék belőle, bármit látnék róla. Tehát a képek alapján alakítjuk ki a véleményünket. Talán jobban, mint régebben, igen. De azt nem tudjuk, hogy okos-e, vagy empatikus-e, vagy bármi más. más és semmi más nem tudunk róla, viszont az agyunk egy olyan gépezet, ami szereti a kitölteni a hiányokat. Nem szeretjük a hiányokat. Tehát nem azzal van egyébként a gond, hogy mondjuk kerekpopsik vannak az Instagramon, vagy feszülős fürdőruhák, vagy akár férfiaknak ilyen V-alakú ugyanannyira irreális kinézete. Hanem arról van szó itt, hogy ezekhez társítunk, és értékeket társítunk. És hogyha mondjuk valaki, nem tudom, nulláról megtanul norvégul, és letesz egy felsőfokú nyelvvizsgát egy év alatt, azt nehezebb prezentálni az Instagramon, mint hogy kigyúrtam a lábamat, vagy a felsőtestemet, és akkor lám, ott egy előtte utána kép, és akkor arra jön a like. Tehát ezekhez mind társítunk valamit. Például társítjuk, hogy az ember mennyire igényes magára, mennyire kitartó akár, mennyire mondjuk kész áldozatot hozni. Tehát például ma az elhízott vagy túlsúlyos emberről azt gondoljuk, hogy lusta, azt gondoljuk, hogy szerencsétlen, azt gondoljuk, hogy igénytelen, ami mind nem igaz. Menopauzában van. Akár, most inkább fiatalokról, ha beszélünk, de igen, akár igen. Szóval, hogy, hogy ezek mind értékítéletekkel terhelt következtetések, amiket az ember a saját fejébe megtesz, és ezt a média azért alátámasztja. És érdekes, hogy például régebben, nem tudom, emlékszel-e például rémrendes család, hogy. vagy hogy jó barátok, akár a jó barátok sorozat bizony hogy ott azért, a, amit ma ilyen fat nevezünk, hogy az elhízott embert valamiféle szégyen teljes helyzetbe hozzuk és úgy ábrázoljuk, hát az tele volt vele gyakorlatilag erről, tehát az elbándinak a munkája erről szólt, az egy fat shamingót volt. jó barátokban is azért előfordult ilyen. Meg általában a régebbi filmekben a, 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 a nagy darab sidekick, az, az volt, aki, aki, olyan esetlen, olyan szerencsétlen, stb. Na most ezt már, erre már nagyon figyelnek, hogy ezt befejezzék, de ez inkább csak átterelődött más, más helyzetekre. Néha túlságosan is figyelnek. Ó, hát ezt mondom, a nyugati világ nem tud korrigálni. A nyugati világ alatt egyébként a kapitalizmust érted? Nem a kapitalizmust értem, hanem egyáltalán azt a, azt a kultúrkört, amiben mi élünk, tehát mondjuk hagyjuk ki belőle, nem tudom, dél mert egyrészt én annyira nem is tudom, hogy ott mi van. Másrésztről pedig most már azért egy olyan szintű globalizáció van, erről nagyon érdekes statisztikák vannak, hogy ahol, amikor ugye lehetett követni, hogy hogy ér el az internet, meg, meg a Hollywood olyan helyeire a világnak, ahol korábban ez nem volt. Például a Kelet-Ázsia, tehát ez a Kína, Japán, Dél-Korea háromszög, vagy, vagy vannak ilyen érdekes szigetvilágok, például a Fidzsi-szigetek, ott a 90-es évek elején indult egyáltalán tévé. Na most ott előtte nulla evészavaros kliens tudtak így produkálni, nem is nagyon tudtak róla, hogy ez létezik. És utána meglátták a hollywoodi színésznőket, meg meglátták, hogy az interneten úgy mik vannak, és akkor hirtelen elkezdtek megpróbálni. Na most a Fidzsi-szigeteki genetika az egy kicsit másabb, mondjuk, mint a nem tudom, a, a brit vagy a, vagy a svéd, ugye? Tehát hogy, hogy elkezdtek ezekre hasonlítani. A 2000-es évek elején Dél-Koreában az anorexia volt a legnagyobb arányban növekvő pszichiátriai kórkép. Tehát terjesztjük a hülyeséget. Ezek, ezek az evész, tehát a klasszikus zavarok, azok nyugati kultúra által meghatározott korképek. És ez nem jelenti azt, hogy nem tudom, a, 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 a színésznők gonoszak, vagy a rendezők gonoszak, hanem, hanem egyszerűen a, a mi válaszunk, egy csomó ilyen jelenségre az, hogy mondjuk az evésünket így-úgy kontrolláljuk. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy egyenesen arányos ezeknek az evészavaroknak a kialakulása azzal, hogy mennyi fölösleges kaja van az országban. Tehát lényegében a fejlettség, az ország fejlettségével. Minél fejlettebb, annál rosszabb a helyzet? Az evészavarok tekintetében igen. Uh -huh. A testkép problémák tekintetében gyakran igen. Nyilván vannak kulturális eltérések, mint mondjuk más egy olasz kultúra, ahol azért többet vagyunk a strandon, meg mondjuk más egy finn kultúra, ahol kicsit másabb az éghajlat. Úgy érted, hogy ahol több bört mutatunk igen, magunkból? Igen, igen, ez igen. De, de, de akár az is, hogy, hogy hogy viselkedünk társaságokba. Tehát mondjuk egy mediterrán közegben sokkal inkább belefér az, hogy, tehát nagyon érdekes, mert ez egy picit paradox, mert hogy ott, ott mivel nagyjából februártól novemberig Mindenki fürdik a tengerbe, uh -huh. mondjuk egy Szicíliában, uh -huh. akkor ott az olyan sokkal természetesebb. És sokkal kevésbé ütközünk meg azon, hogy húvatott mi kilóg. De hogyha mondjuk egy évbe kétszer elmegyünk a Balatonra, akkor ott, ott az olyan újdonság, hogy hát itt látunk dolgokat. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor az evés zavarokról zömében az erősen befolyásolható tínédzser korosztályról szoktunk beszélni. Igen. Míg az elhízás tekintetében inkább egy idősebb generációról, tehát mondjuk, a, inkább, mondjuk, igen. mondjuk inkább úgy, nyilván vannak gyerekek is, de hogy általában így 40 pluszos, nem? Amikor hát, már nem van mozgunk egy, annyit. Van egy, van egy ilyen vonal, igen, hogy tehát a, a gyerekeknél, fiataloknál még szerencsére ritkább, de sajnos termeljük hmm. azt is ki. És, és igen, tehát a nagyon idős korosztályban ugye már sokkal alacsonyabb az aránya, ennek nagyon hát szomorú és egyszerű oka van, meghalnak. Tehát, hogy nagyon kevés 90 éves elhízott embert látsz. De, de valóban igen, tehát... Gyermekek után, menopauza környékén, tehát ott egy picit azért a hormonális rendszer már kedvez a zsírlerakódásnak inkább. Igen, szóval, de, de nem is igazán ezzel van a probléma. Tehát nem, nem azzal van a probléma a világviszonylatban, hogy mondjuk egy 50-60 éves hölgy úgymond a túlsúlyos kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy 25 és 30 között van a BMI-je hanem? Hanem azzal, amikor, amikor mondjuk egy húsz éves fiatal srác vagy lány konkrétan elhízásban szenved. Tehát, hogy ezek, ezek, betegségek, tehát az elhízás egy betegség, a belgyógyászat és az endokrinológia területére tartozik, hát meg a pszichológia területére, ugye, csak, csak ez nem szokott annyira eszünkbe jutni. Ez akkor egy, egyfajta ilyen falás kategóriába az el, Esik, tehát elhízás kialakulhat úgymond ilyen, ilyen natúr módon, hogy, hogy az ember egy egész életes során és chips. persze, hogy kevesebbet mozog, ö, többet eszik, ennek az egész világunk kedvez sajnos. Uh -huh. És megy a virtschaft, hogy jaj, de jó lenne kezelni az elhízást, és úgymond az érdemi lépéseket nem teszi meg senki. Mondok egy érdekességet. A, megnézték, hogy a tehát tartotta magát egy olyan nézőpont, hogy az elhízott ember azért elhízott, mert sokkal érzékenyebb a saját érzetére. Tök logikus, nem? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ha, ha, valaki többet eszik, az azért eszik többet, mert a legkisebb ésséget is megérzi magába, és akkor éhes lesz, és eszik. Nagyon valid, nagyon érdekes elképzelés, totál az ellenkezője igaz. Mert hogy az az igaz, hogy az elhízott ember érzéketlenebb a saját belső érzetére, cserébe, ugye, ahogy mondtam az előbb, az agyunk szereti kitölteni a hézagokat. Tehát valahonnan máshonnan kell akkor neki megkapnia azt a jelet, hogy hopp, én éhes vagyok. És például egy ilyen ember, aki erre érzékenyebb, az, az ha meglátja, hogy hopp, dél van, ütött az óra, tehát éhes vagyok, hiszen dél van, a, úgymond nem el, tehát a rendes átlagos ember, a nem elhízott ember pedig azt mondja, hogy jó, hát dél van, de még most megfigyelem, hogy éhes vagyok-e, és nem vagyok éhes. És ez egyébként tanulható. Tehát a belső érzetnek a felismerése az tanulható. És menj végig a körúton. Kajareklám, a, ha följössz a metróból, a fornettinek a levegője be van vezetve a szellőzőbe, és most ezek nem ilyen összeesküvés elméletek, hogy a gonosz kapitalizmus téged ki akar nyírni. Egyszerűen az, hogy fogyasztásra vagyunk nevelve, az étel az egyik legnagyobb biznisz, cserébe párosul a ennek a kezelésével. Tehát a, a diétával, a lefogyasztással, az ennek akár, és nem csak az orvosi, hanem, hanem konkrétan az ilyen mentes, olyan mentes. Tehát, hogy meg, megkapod olcsón a cukros üdítőt, meg az energiaitalt, és utána megveheted kétszer annyira a cukormentes kólát, hogy kompenzáld azt, hogy, hogy, hogy nagyon szépen föl van az építve, és a mi kultúránk, a mi berendezkedésünk sajnos ennek kedvez. És hogyha az ember egészségesen akar táplálkozni, ez egy külön kihívás, hogy találjon mondjuk, ha, ha úton van, mm. találjon egy olyan helyet, ahol tényleg, nem tudom, zöldséget, meg gyümölcsöt tud enni. Ö, igen, bár azért az, hogy egészségesen vagy nem egészségesen, ezek nem ilyen kategóriák, hanem ezek sokkal inkább spektrumok. És lehet, hogy tényleg arról van szó, hogyha van egy felnőtt elhízott emberem, ő minden nap csak 50 kalóriával evett többet, mint átlagosan, mint amennyit neki, úgymond, a szervezete szükség lett volna rá. Vagy minden, vagy mondom máshonnan, minden nap mondjuk csak 10 perccel kevesebbet sétált, vagy minden nap csak fél órával kevesebbet aludt. Vagy minden nap csak egy dolgon szorongott, ami nem kellett volna. Uh -huh. Mert hogy az elhízás az nem csak az evésből és a mozgásból jön ki. Tehát, hogy ez nem csak egy matek példa. A végén igen, de az, hogy milyen elemeket teszünk bele az egyenletbe, az abszolút nem csak egy evés és mozgás. Stressz. Stress. Stress. Tehát onnantól, hogy mondjuk, ha te stresszelsz, akkor a szervezeted elkezd kortizol termelni és inzulint. Hogy az inzulinod elnyomja a melatoninodat, amitől nem tudsz aludni. Most ezeket nagyon lebutítva mondom. A kortizol elnyomja az emésztésedet. Tehát rosszabbul emésztesz, hogyha stresszelsz. Ez onnan jön, hogyha a zebrát megtámadja az oroszlán a szavannán, akkor a zebra úgy gondolja, evolúciósan, nagyon okosan, hogy most nem, nem feltétlenül kell nekem emészgetni azt a füvet, mert futok épp az életemért. Te is, ha stresszelsz, hogy egyetemistáknál sikerül -e a vizsgai időszak, vagy, vagy, vagy akármi, krónikus stresszben vagyunk, akkor, akkor elhízik a populáció. Ha melegondolsz, hogy mondjuk akár itt az elmúlt években, Covid járvány, egy szomszédos ország lényegében háborúban áll, meg néhány másik, amiről így Európában vagy a környéken, most például a közel-keleten, ami még annyira nincs is közel. Klímaszorong. Klíma, lehet a klímán szorongani, bár most az talán nálunk itt egy picit háttérben van, lehet a migráción szorongani, bármin lehet szorongani, mm -hmm. na most, amíg végigmész az utcán, és szorongást generáló plakátanyagot találsz, addig ez, bármennyire is furcsa kimondani, segít az elhízásnak. Mm -hmm. Tehát, hogyha te találsz egy uszító plakátot, egy egy szorongást keltő üzenetet, ami, ami, nem, nem, nem ad neked semmi megoldást, csak azt mondja, hogy félj élettől. Ugye? Nem mondja, hogy csináld ezt. Csak azt mondja, hogy félj élettől. Egy picivel megemelkedik a kortizolod, egy picivel elromlik az inzulinod, és akkor 5 év, tíz év cukorbeteg. Alvás zavar. És abból, ugye ezt nem látod, tehát az, hogy hány órát alszik egy ember, nem látod. Az, hogy milyen az inzulin termelése, nem látod. Azt látod, hogy kifittjene a derek a, a farmerból, vagy nem. Ezt látod. És ezt ítéljük meg. De hogy ez, ez hány műszakos munkák például. Tehát, hogy az, 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 az nagyon kedvez az elhízásnak. Tehát nagyon sok ilyen van, ami egyszerűen... A műszakos munka miért? Hát, mert nem úgy alszik, ahogy ahogy azt kitalálta a természet. Ja, tehát ha mondjuk éjszaka... Igen, tehát, Ér, a, tehát aki éjszaka vezeti a buszt... Nem a ki buszt, ja Nem, 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 nem. nem. Tehát aki éjszaka vezeti a buszt, aki, aki 24 órát ügyel a kórházban, az éjszakás nővér, tehát hogy meg lehet figyelni, hogy, hogy sokkal nagyobb arányban vannak elhízva azok, akik például éjszakai munkát csinálnak. Hát az utóbbi időben népszerű szakma a pszichológia, de hogy nem véletlenül. E, nem véletlenül. E, és, és, nyilván akkor ott kell mindent kezdenünk, ha jól értem, hogy, vagy hát én is így érzem, hogy megpróbáljuk kezelni ezt a stresszt. Igen, tehát a, a, a pszichológia azért nyilván nem gondolja azt, mint szakma, hogy mindenhez, mindenhez nekünk kell érteni. Tehát vannak olyan elhízások, olyan emberek elhízással, akik, akiknek tényleg elég egy jó orvosi vagy dietetikai tanácsadás, vagy egy, vagy egy sportolás elkezdése, vagy egy tényleg egy, egy kicsivel az evésnek, és nem is azt mondom, hogy a diétázás, hanem az észszerűsítése a táplálkozásnak, mm. hogy, hogy id meg az energiaitad, ad, de ne este kilenckor, vagy hogy, vagy, hogy egy ilyen nyugodtan péksüteményt süteményt mondjuk nem minden nap a munkába menet, hanem mondjuk hétfőn és pénteken. És inkább reggel és inkább reggel. Tehát, hogy, hogy egy, edd meg nyugodtan a pacalt, egyél hozzá egy kis káposztát, egyél hozzá egy kis zöldséget. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan nagyon egyszerű, nagyon banális táplálkozási ajánlás van, vagy mozgás ajánlás van, ami ez kezelhető. Viszont van, van úgy, hogy ez így nem így van, és sokkal több lelki tényező torlódik föl egy elhízás mögött. Tehát úgy lehet ezt elképzelni, hogy van úgymond a bemeneti oldal meg a kimeneti oldal. A kimeneti oldalon mit látunk? El van hízva. A bemeneti oldalon meg több száz dolog lehet. Lehet az, hogy keveset mozog, lehet az, hogy sokat eszik, lehet az, hogy van valami hormonális vagy genetikai probléma, ami egy részét magyarázza, mm. és azt mond, kicsit ilyen svédasztalosan, hogy mondjuk én ezt a 17-et kiválasztom, hogy ennek az embernek ezért van elhízása. Mm. És az, hogy a pszichológia ebben milyen arányba vesz részt, az van, akinél kisebb, van, akinél nagyobb. Tehát van, akinél van egy diagnosztizálható falányzavar, vagy bulimia, ott amíg azt nem kezeltük, addig, addig írhat, írhatsz neki diétát, nem fogja betartani. El kell jutni egy pontra, hogy az ember elmenjen pszichológushoz, El. ez, ez nyilvánvaló, ezt nem lehet erőltetni. Az emberek őszinték? ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, amikről most beszéltünk? Hát hozzám már aki eljut, az igen, mert, már. mert ő már megkeresett valakit, és eljutott, és, és ezt bedolgozta. De, de nyilván az a tapasztalat, hogy, hogy, hogy nagyon sokan szégyellik. Uh -huh. Te, tehát a, a kontrollnak az elvesztése, vagy, vagy a, a kontroll tartásának a képességének a hiánya, az egy civilizációsan szégyen teljes dolog. Uh -huh és ez nagyon messzire vezethető vissza. Nyilván ugye az embernek így a haragjára is, hogyha valaki indulatból olyat cselekszik, azt utána megbánja szégyenli, vagy nagyon pici korban a, a különböző testi funkciók fölötti kontroll megszerzése, tehát ilyen két-három éves kor körül, szobatisztaság ugye, hogyha az nem megy, vagy abba valami hiba csúszik, akkor, akkor az ott keletkezett szégyen fent tud maradni. És a kontrollal lesz egy probléma, felnőtt korban a későbbiekben. Ez egy nézőpont, van sok másik is, de, de, de nagyon sokan szégyellik. Tehát, hogy gondoljuk el, hogy valaki tényleg napi szinten úgy éli az életét, hogy napközben rendesen átlagosan működik, vidám, boldog, mosolyog, jól néz ki, tehát hogy, 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 hogy úgy, úgy oké, és semmit nem mondaná meg róla, és minden este tízkor kieszi a hűtőt, és utána kihányja. Na most ezt ez egy olyan mennyiségű szégyent rak az emberre, és ront el mindenféle testi funkciót, beleértve az alvást. Persze ez, ez titok lesz, ez tabu lesz. És erről nagyon nehéz beszélni. És főleg nehéz beszélni például orvosoknak, ahol mondjuk van 5 perc, 10 perc egy emberre, ilyen a rendszer, nem tudunk jobbat az állami ellátásban, és akkor most abban az 5 percben mondja ezt el. Tehát ehhez kell az, hogy kialakuljon egy olyan bizalmas elfogadó kapcsolat, amit jelenleg többnyire a pszichológia tud megvalósítani, mert a mi műfajunk olyan, hogy jön az ember hétről hétre, beszélgetünk hétről hétre, és, és, és kiderülnek dolgok. Van úgy, hogy például szégyellik, kell mondani azt, hogy mit tesznek meg egy ilyen falázavar, vagy falási epizód alkalmával. Hát azt mondtad, ki eszik a hűtőt, úgyhogy el tudom Nyilván van, aki egyébként falályzavarosnak ítéli magát, miközben nem az, csak esténként nasizik. Tehát, hogy azért ez is egy olyan... Ha megkérdezzük az embereket, hogy te falályzavarosnak tartod-e magad, akkor kb. 10-ből 2-10-ből 3 ember, igen. De azért ez, tehát klinikai értelemben ez egy ritkább dolog. De ez amúgy boldogságkeresés is lehet? Tehát úgy értem, hogy kicsit unatkozik, vagy... Hát hiánytömkedés. Szeretett. Hát igen. Tehát nem is Te az, az, hogy az keresés, mert akkor már megtalálta hiányos. volna? Igen, igen, igen. Szóval megint az, hogy van egy csomó bemeneti oldal, tehát az embernek vannak motivációi, hiányai. És azt gondolnánk teljesen logikusan, hogy a, a, az ember okos, és hogyha valahol van egy hiánya, akkor azt azon az oldalon, azon a szinten próbálja poltolni. Például mondtad magányos, hát akkor társat keres, ugye? Unatkozik, hát akkor kitalál egy izgalmas dolgot, ugye? Nem. Hanem, hanem az szokott lenni, hogy magányos, csoki teszik. Tehát, hogy itt is futnak alattunk a kábelek össze-vissza, és hogyha a kolléga valahova máshova dugja be a, a, a sajátját, összekeveredik egy kicsit, akkor elmegy a jel máshova. És akkor vissza kell vezetni, hogy hopp, ez a kábel, ez, ez itt van a probléma, és akkor szépen így az ember megfogja, és így megy, megy, végig, végig, végig vezeti, és rájön, hogy rossz helyre dugta be. Tehát az emberi motiváció tud ilyet csinálni, hogy nekem keletkezik egy hiányom, például magányos vagyok, vagy úgy érzem, hogy nem vagyok szerethető, és ennek a stressze nekem nem tiszta, vagy nem akarok, vagy nem tudok vele szembenézni még, hogy nekem ez a problémám. Nem tudok ezzel konfrontálódni, de attól még az ott van, Attól még az dolgozik, valahol le kell vezetni. Függőségek így alakulnak ki. Sokan ezt a falási problémát például függőségként definiálják, hogy, hogy, hogy ez egy kaja függőség, vagy evésfüggőség. Nem nem vannak ilyen esetek, tehát hogy ezek mind nézőpontok. Tehát, hogy ezek, ez nem olyan, hogy ott van a mikroszkóp alatt a vírus, látod. Hm. Ezek nem ilyen megbetegedések, ezek nem ilyen problémák, hanem lehet úgy is nézni. És ezért, tehát én ezért imádom a pszichológiát, és ezért nem cserélném el mondjuk orvostudományra, már hogy én melyikhez értsek, mert hogy, mert hogy ez, ez inkább egy szerszámos láda. És hogyha csavaron van, akkor csavarhúzó kell. Beverem én kalapáccsal is, csak akkor elszakítom a menetet. Tehát, tehát, tehát mindig van egy probléma, ahhoz vannak szerszámaim, és megpróbálom a legjobbat elővenni. De a nyolcas csavart is a hetesse csavarom valahogy, de egy vajazókéssel is, csak nehezebb. Tehát, tehát használgatjuk az eszközöket, megpróbáljuk földeríteni, hogy mi van a háttérben. Uh -huh. Szokták mondani, ez most direkt egy ilyen uh -huh. furcsa analogia, okay. hogy, hogy ahhoz, hogy egy szokás kialakuljon, az kell mondjuk 6-7 legalább, hogy beépíts valamit így a, a mindennapokban. Igen, a kb. Körülbelül. Tehát, hogy van gondolom ez a része, hogy... hogy Javasolsz kis apró tippeket, hogy hogy lehet valamit egy kicsit átbillenteni, hanem nem olyan súlyos a helyzet. Aztán nyilván a pszichológia, vagy adott esetben a pszichiátria egyéb területeire kell levezni, hogy egy bizonyos betegséget lehessen kezelni. Tehát, hogy itt egy ilyen nagyon széles spektrumról beszélünk, ezt akarom volt mondani. Abszolút, igen. És hogy Inkább akkor beszéljünk a könnyebb részéről, okay. amit, amit meg tudunk fogni, hogy, hogy milyen apró tanácsaid, vagy tulajdonképpen beépíthető tanácsaid mm. lennének, hogy például a stresszt kezeljük, és legalább bizonyos részeit ezeknek a problémáknak tudjuk mm. kezelni. Van egy csomó olyan gyakorlat, ami, ami, amivel, amivel neki lehet indulni ennek. Az egyik ilyen ami, ami most egy ilyen kicsit ilyen globálisabb, hogy próbáljunk meg visszatérni minél inkább valamiféle természet közelibb életformához. És ezzel nem azt értem, hogy mesztelenül táncoljunk az erdőbe. Miért? Hanem a... <laughs> Akár, jó, de hogy nem kötelező. Szóval, hogy próbáljunk meg minél korábban kelni és feküdni. Próbáljunk meg minél kevesebb képernyőt nézni. Próbáljuk meg az ételeket minél természetesebb formájában elfogyasztani. Tehát, hogyha mondjuk lehet választani a friss zöldség és a párolt zöldség között, akkor lehet, hogy a friss zöldség nekünk jobb lesz. Minél kevesebb ilyen feldolgozott élelmiszert. Tehát, hogyha mondjuk szeretnénk csirkecombot enni bulgurral és nem tudom bébirépával, akkor próbáljuk meg ezt a hármat külön megvenni és elkészíteni, ne egybe a fóliázottat megvenni. Uh -huh. Vannak légzéstechnikák vannak relaxációs technikák, van például a vágusterápia. Tehát ezek, ezek mind ilyen, például a jóga. Tehát vezessünk be olyan mozgásformát, ami mondjuk nem megterhelő, inkább egy ilyen befelé figyelő, nyújtó, relaxáló, de azért mégiscsak kalóriát használó mozgásformák. És ott is a légzés van. Például légzés. Öm, nagyon sokszor, amikor már valaki el van hízva, ott már tele van a szervezet gyulladással, tele van mindenféle hormonális elmászással, ezt nálam sokkal jobban el tudja magyarázni egy orvos. De de a szervezet az, az folyamatosan törekszik arra, hogy jól működjön. Picit olyan, mint a, a, a szervókormány. Tehát, hogy az autó egyenesen akar menni, és, és hogyha nem nyúlunk hozzá, akkor beáll egyenesbe. Tehát, ha csak a gáz nyomod, az autó nem borul föl, egyenesen fog menni. Üm, és a szervezeted ezt akarja, csak elrontjuk. Tehát, hogy ha mondjuk ülőmunkád van, akkor egy óránként egy legalább öt percet kell fel és mászkálj. Tehát, hogy nagyon sok ilyen apró pici dolog van, ami utána végtelenül összeadódik, nagyon nagy eredménye van, de nem azonnal. Mi meg szeretjük az azonnali megoldásokat. A húsz év alatt kialakult egészségügyi problémákra nincs gyógyszer. A tüneteire van, de ha az életvitelből fakad, akkor azt, azt az életvitel fogja megoldani. Sajnos. Igen, de szerintem egy csomó embert az ijeszt el, hogy, hogy most amit felsorolták, ezt mind meg kéne csinálni. Nem egyszer. kell mind megcsinálni. Tehát, hogy el lehet kezdeni egyel. El lehet kezdeni azzal, hogy nem rakok tejszint a kávémba. Ki lehet számolni, hogy az mennyit számít. El lehet kezdeni azzal, hogy mondjuk az ice a cukormenteset veszem meg vagy vizet iszokna, ne Isten. Tehát, hogy, 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 apró, tehát pont ezt mondom, hogy nem hatalmas változásokat kell csinálni, mert nem fél év alatt hízott el valaki 50 kilót, hanem öt év alatt, tíz év alatt hízott el évente néhány kilót. És azt ugyanígy lehet visszafordítani. Tehát az extrém, ilyen, ilyen, ilyen rántásszerű változás, az, az általában visszarobban az ember arcába. Tehát az egy ilyen ostorcsapás lesz. Hogy, hogy lehet, hogy jól néz ki egy ideig, lehet, hogy működik egy ideig. Picit helyes helyesbitek, vannak kivételek, amikor tartós, de inkább az a tapasztalat, hogy az emberek egy év alatt az 50 át szedik vissza a leadott súlynak. Három-öt év alatt 80 át Tehát ha van egy csoport emberem, akivel végzek egy terápiát, orvosi, pszichológiai, tök mindegy, és mondjuk az a 10 ember x kilogrammot leadott összesen, kollektíve, 5 év után visszamegyek, az a 80 át visszaszedte. És, és, ki eb... a sikeres? A sikeres, na ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki az, aki meg is tudja tartani. Aki meg tudja tartani, az az, aki le tudja venni a fontosságát a kilóról. A saját értékelését, önértékelését, önbizalmát, stb. Mert hogy nagyon sokszor olyan cél, és ez, ez ugye már egy következő lépés, tehát ez a ha már sikerült egy kontroll Ugyanis nagyon sokszor olyan nem kimondott célokkal indulnak az emberek, hogy akkor majd feleségül vesz valaki. Vagy akkor majd előléptetnek, mert a csinos timikét előléptették. Akkor majd engem... És általában kiderül, hogy nem ezen múlik. És akkor van egy hatalmas pofon, egy hatalmas csalódás, és akkor rájön, akkor minek csináltam? Hát azért, hogy egészséges legyél. Azért, hogy te jobban érezd magad a bőrödben. Ezt tudja. Tehát a fogyás, a, 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 tehát mondjuk egy 35-ös BMI-ről 25-ös BMI-re való, való lefogyás, vagy testsúlyvesztés, az arra van, hogy a közérzeted jobb legyen, hogy az orvosi mutatóid jobbak legyenek, hogy egészségesebb legyen. Attól nem, nem attól lesz önbizalmad, esetleg attól lesz önbizalmad, hogy ezt a folyamatot csinálod, hogy te egy olyan ember vagy, aki erre képes volt, az már oké. Okay? Tehát hogy, el, tehát erre végeztek konkrét kutatást, hogy ki az, aki meg tudja tartani. Egyrésztről, aki éber és monitorozza azt, hogy megmaradjon az egészsége, gyorsan reagál arra, hogyha elindul rossz irányba az egészsége. Türelmes? Tü, hát például igen, és hogy, hogy, hogy le tudja venni a, a kilogramról a, a hangsúlyt, és át tudja tenni valami másra ami megint csak paradox, mert ugye folyamatosan azt szajkozzuk, hogy ilyen BMI, olyan BMI, ennyi kiló, annyi kiló, ez nem szerencsés. Nyilván én is így határozom meg, mert, mert így van az orvosi meghatározás. De vannak 32-es bmi emberek, akik nem tudom, olimpiai erőemelők, vagy súlyemelők. Most arra nem mondjuk, hogy ne egészséges. Tehát olyan, olyan anyagcseréje van, hogy bárki elcserélné szívesen. És vannak tökéletes 20-as, 22-es BMI-ű emberek, akik hát nem annyira... Tehát én másképp fogalmaznék, hogy, hogy ki a sikeres, hmm. de vitatkoz, nem vitatkozni akarok, hmm. persze. Én azt mondanám, hogy hogy az a sikeres, aki nem a kilóról veszi le, hanem nem kezeli ezt átmeneti állapotként. Tehát, hogy az életmódváltás, mm, igen, igen. az mindig azt jelenti, hogy akkor mostantól ez így, így, van, így lesz. Igen, ez a Az emberek fontos. ezt átmeneti állapotként kezelik, és akkor mm. borul. Igen, ez úgy, úgy él az emberek fejébe, hogy ezt meg kell csinálni, és utána meg van csinálva. Igen. Nem úgy, hogy én így rossz. élek. Igen. Pedig ez jó. Tehát, hogy az a, a, most ez, ez, ugye picit ilyen furcsa, vagy akár ilyen képmutató is lehet, mert most én így itt ülök és magyarázom azt, hogy hogy lehet le, Én ennél nagyobb sose voltam. Tehát, hogy, 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 ez így az én számból fura lehet, de én a, én a szakmának az álláspontját tudom ennél nem nagyobb én sem voltam Oké. Okay. Örüljünk akkor ennek. De hogy, de hogy igen, szóval itt életmódról van szó, és, és, és nagyon fontos, hogy ezt ne kezeljük diétaként, vagy ilyen kúra jellegűként. Néha segít, néha használ. Extrém elhízásból tök jól egy picit reszeteli az anyagcserét, hogyha valaki egy ilyen nagyon szigorú diétára egy-két hétig áll. Van, akinek bejön, hogy mondjuk tart valami szigorúbbat, tartja fél egy évig akár, de nem életvitel. Tehát mindig abba kell gondolkodni, hogy ha én egész életemben így csinálnám, akkor mi lenne? Hát valószínűleg meghalsz pár év múlva. És hamarabb, mint az elhízástól de van olyan, hogy ezt időszakosan lesz segít, lehet használni, orvosi javaslat is tud lenni, de ami igazán transformatív erejű, az tényleg az, hogy életvitelt váltok, és egyébként ebben a pszichológia olyan szempontból tud segíteni, még ha nem is lelki eredetű kifejezetten a probléma, hogy, hogy segít a szokások beépítésében, az ezzel kapcsolatos nehézségeknek a, leküzdésében. Mondok egy példát, valaki elhatározza, hogy mostantól nem reggel nyolckó, hanem hatkó föl kell, és reggel kimegy egy, egy kicsit sétálni, kocogni. Mit szólnak a gyerekek? Mit szól a család? Ugye? Mert attól még a, nem tudom, ez mondjuk legyen ez a fiktív illető egy hölgy, attól még a férje nem fog nem éjfélkor lefeküdni. Uh -huh. Ugye? Azt vele le kell meccselni. Akkor, akkor mi a helyzet a közös időtöltéssel, mi a helyzet az esti filmekkel, mi a helyzet a nem tudom mivel, kikeni a gyereknek a szendvicset reggel. Tehát, hogy ezek mindig rendszerben vannak ezek az emberek. Tehát, hogy lehet, hogy te a elhatározod, és a munkahelyed meg azt mondja, hogy hát aranyos, de, de nem, tehát, hogy ide be kell jönni akkor is eh, időre. Szóval ezeket a, ezeket a tanácsokat mindig át kell szűrni a az, az adott helyzeten, és és elmondhatok én 50-et, lehet, hogy ebből 40 nem releváns valakinek, mert tényleg az élet. Tehát, és akkor mondhatjuk azt, hogy melyik a fontosabb, hogy itt dolgozzál, vagy hogy egészségesebb legyél. És akkor az ember meghozza azt a döntést, hogy én itt akarok dolgozni, mert én itt akarok karriert, és, és én számítógépes rendszereket akarok, nem tudom átállítani, és, és programozni akarok. És akkor mondjuk, hogy hát ez elrontja a te anyagcserédet, és az alvásodat, és a mindent, de ő akkor is azt akarja csinálni. A jó keresvelés ide, és, és sajnos ilyenkor ennyit tudunk tenni. Hát hogy... meg amikor az meg kinek van erre ideje? Ezt rengetegen mondja. Persze, persze. Vagy neki könnyű, mert ezért. Igen, azért az. És ilyenkor bejön az, hogy meg lehet nézni, hogy egy ember mit csinál egy nap, uh -huh. meg lehet nézni, hogy abból mit lehet esetleg elvenni, hova lehet ezt a mozgást, bevásárlást, stb. betenni, uh -huh. csak általában olyan közegekben találom magam, hogy mondjuk van mert ül mellettem egy edző, vagy egy dietetikus, vagy hasonló szakemberek, és ők mondják ezt el, és az én szerepem szokott lenni az, hogy jó, igen, oké, okay, de ebből nem tudtuk meg, hogy ő miért nyomkodja a telefonját este egy óránként, vagy egy óráig. Ebből nem tudjuk meg, hogy miért a sarkiboltba meg csak lemérnem a nagyba, ahol mondjuk sok mindent lehet kapni miért játszik mondjuk számítógépes játékkal éjfélig vagy kettőig. Annak a gyökerét nem tudom kezelni, hogyha nem értem meg, és hogyha az ember nem érti meg, akkor nem fogja tudni lerakni azt a viselkedést, és akkor csak azt éli meg, hogy még arra is képtelen vagyok, hogy ne nyomkodjam a telefonomat. Mekkora szerencsétlen vagyok, ugye? Pedig olyan egyszerű lenne. Tehát a felszínen ez egyszerű, a felszínen ez ki van találva pont nemrég beszéltem egy endokrinológussal, és mondta, hogy mindent tudunk az elhízásról. Tehát nincs olyan szeglete ennek a történetnek, ami még mm. felfedezésre vár, mm. hogy vajon az miért van, vajon ott milyen hormonális folyamat van. Ez egy, ez egy megértett dolog. De a társadalomban nem csináljuk meg azokat, amiket meg kell, és személyes szinten se nagyon csináljuk meg azokat, amiket meg kell, hogy ez, ez változzon. Oh, Oké, okay. szóval a felelősségünk az. Ó, ott van. kedvenc témám, a felelősségünk mindig személyes. Igen. Tehát sajnos nem lehet várni senkitől, lehet, lehet sértődni, meg lehet ágálni, utcára is lehet vonulni, vagy. Lehet, lehet főzni valami, egyen jobbat. Ha volna két életem. Igen, nincs. <laughs> Milán, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Panna <laughs> és a Én köszönöm. 98.6 Élet, öröm, zene Iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnali értesítést kapjatok legújabb tartalmainkról.